No, szép napot kívánok mindenkinek! Én már fogom is akkor a kis kontrolleremet, ahogy szoktam, és vessük bele magunkat a Castlevania harmadik pályájába. Vérszemet kaptam az előző videó alkalmával. Egyre jobban tetszik ez a játék, de borzalmasan nehéz, így is, hogy szép csaljuk gyakorlatilag az agyunkat. Nehéz. Na nézzük, hogy továbbra is folytatódik-e a szivatások sora. Úgyhogy hajrá, nézzük, mi lesz most. Már zene van. Nagyon jó. Már borzalmakat sejtek. Ott egy lihegő buzi! Azt a mindenit. Ez az ennél, ez híros! Hírosan megpusztultam. Azzal a formával mi van? Jaj, hát az dobál! Na gyere már, öreg! Akkor gyere, meccseljük le, gyere! Aj, nézd meg mekkora buzi! Nekem ez annyira nem szimpi, hogy ilyen rosszul állok, úgyhogy én ezt így előről, bocs. Na, mehet. Ja. Ez... Itt azért a kontrollerrel szívok egy kicsit. Az anyád. Csonti előtt egy mentés. Azt murva. Na, ez most izé egész könnyen abszolváltam ezt a dolgot. Már félek egyébként. A brekeke. Vagy mi az? Hát iri. Mi a fasz van? Bocsánat. Ehe? Nem akarok szentelt vizet dobni! Bocsánat. Hui! Úgyis jó. Még ezek a lépcsők össze-vissza. Durva. Itt lehet ilyenkor istenien leesni, mentek egyet. Miért nem műsz balra? Öhö? Gyere, Laci! Egy. Fejszém van, kérem. Hú. Ne, már megint ezek! Szadízzatok! Üssél! Ögyvem. Hoppá! Most már csak nem kéne elcseszni. Így nem kell, így, úgy rohadj meg, dobjad!
Úgy van! Szopó! Miért ilyen érzékeny ennek a D-padja össze-vissza? Innen minél hamarabb meg kéne szabadulni az igazság. Bocs. Nem éneklünk, tudom. Az egy nem kell a gyertyákra vadászni, annyi szívecském van, mint a rohadás. Nem tudom, miért csinálom ezt. Azt a buzitot valahogy ledobjuk. Menjünk föl a faszba! Nem akartam volna azt a szart fölvenni. Nem baj. Majd most nem veszem föl. Úgy, adjál! Nem jól állunk életügyileg. Ez lehet egy ilyen replay lesz, úgyhogy most ne... Persze, hogy az lesz. Türelem, bazzú! Na! Káromkodásmentes jó estét kívánok mindenkinek, varnyúval! Rekord! Centinként fogok menteni, gyere varnyú! Varnyú. Dürürürürürürür. Így legalább annyira nem idegel föl, mintha kétszer annyira fölidegelne. Még van egy csomó időnk, ami nagyon jó. Még egy alja stage, na, még egy alja stage. Itt nincsenek eldugva ilyen dolgok, amúgy. Nincsenek. Azt benyaltuk a varnyút. Nem akarok azt a varjúval ott kokettálni. Hogy lehet túlélni az egy varnyút? Egy varnyú mind fölött. Dobjad, fiam. Alul varnyú. Na, meg lehet így csinálni még? Jaj! Hát így már nem valószínű. Meglátjuk, nagy hős leszek-e. Hát nem valószínű, ha ilyen varnyúk jönnek még. Medúza halál. Lehet megérte volna most egy kicsit inkább meghalni, hogy több élettel kezdjek. Na jó, 300 idő is elég lesz.
Jaj, de pici a korbácsom! Ez így nehéz lesz. Ez így nem lesz jó, bocs. A nagy korbács, ez kell hozzá. Csak életre kéne vigyázni. Néha eldobja, meg nyomom fölfelé. Nem fogok hozzáérni a D-padhoz, amikor ütni kéne. Rohadj meg. Na! Kontrollert fogok cserélni, az lesz. Semmi baj. Hol a feles? Semmi baj. Az a baj, hogy kevés az életem. Minden életre szükség van. Mi dönti el, hogy a varnyó mennyire varnyul? Hehehe. Na, innen sikerül-e így? Vagy itt csontváz van még, meg minden aljasság, úgyhogy ez így nem valószínű, hogy sikerülni fog. Aztán itt még jöttek ilyen medúzák, ugye? Hát igen, ez így nem annyira megy. Centinként fogok menteni. Centinként, varnyú. Meg kellett gondolni, hogy itt rámentsek-e. Na mi van? Hát nem gondoltam, hogy az elsőre meg lesz, tehát ezt senki nem gondolta komolyan, természetesen. Na, elindul így is a ribillió? Vagy így nem indul el? Laleli diriri babam. Ügyesebbnek kell lenni, az a titka. Hát, ha be tudom csalni őket a sarokba, és aztán meg is strángolom őket. Gyertek már befelé, ide, lacikák. Egy frontos harc.
Yes! Na, ez is megvolt. Nagyon sok mentéssel és csalással, de megvolt. Piszok nehéz az a játék. Az igen. Stopp, mielőtt őrület kerekedne. Na, ez volt akkor a harmadik pálya. Talán, igen. És akkor majd legközelebb folytatjuk a következővel. Hogyha tetszett, akkor tudod, iratkozz, meg ilyenek, meg figyeld a csatornát, meg a Kapitány Gémi Facebook oldalt, hogy értesülj arról, hogy mikor lesz a legközelebb retro. És akkor a következő pályánál, vagy valamelyik más videónál találkozunk. Sziasztok!